Hol nem sportolhatunk címmel szervezett nyilvános vitafórumot a Marosvásárhelyi Rádió. A beszélgetés apropóját az adta, hogy nincs még egy olyan város az országban, ahol ennyire elhanyagolták volna a sportlétesítményeket, és ennyire elhúzódna az új létesítmények építése. Benőtte a gaza teniszpályákat a, tenisz a Marosvásárhelyi ligetben, ahol már csak a vonalak emlékeztetnek arra, hogy itt egykor sportolni lehetett. A régi stadion lelátói düledeznek, a füvet locsolják ugyan, de a létesítmény évek óta nem használható. A város átvette a minisztériumtól, öt éve azonban csak akadozik a felújítás. Az atlétika pályának csak az alapja készült el, a létesítményre tilos bemenni. Áll a kerítésre kifüggesztett feliraton. Az egykori városi strandnál horror képek fogadnak. Itt elvileg már tíz éve épül a fedett uszoda, de csak gaz, kosz és tócsák láthatók. Természetesen ide is tilos a belépés, ha el tudnánk olvasni a szabadon burjánzó növényzet mögött látható feliratot. A fedett jégpálya megépült, pontosan tíz éve, legalábbis kívülről ez látszik. Azóta a kerítés mögül hirdeti, hogy a minisztérium tulajdona, de jeget sportolókat még nem látott hogy miért ez a teljes érdektelenség, annak próbáltak utána járni a Marosvásárhelyi Rádió nyilvános vitáján. Ami hiányzik a városban, és nem csak a jelenlevőkre utalok, sőt, elsősorban nem rájuk, az az akarat. Tehát itt szerintem nagyon erős elhatározás kell, és lassan, nyilván nem egyik napról a másikra, ezeket a dolgokat meg lehet oldani, hisz körülöttünk levő városokban ugye van erre számos bizonyíték, hogy lehet városokban új sportcsarnokokat, új stadionokat, különböző sportlétesítményeket, fedetjékpályát, stb. építeni. Hogy lesz-e eredmény, ez minden bizonyal nem azoktól függ, akik ott voltak a vitán. A stadionra minden esetre 78 millió lejt szavazott meg a városi tanács, de több éves leosztásban így jó esély van arra, hogy még néhány évig locsolni fogják a füvet. A sportolók meg edzhetnek a parkokban, vagy utazhatnak több tíz kilométert az első használható sportlétesítményig.